Mindenkit nagy szeretettel várnak a Tolnai Ad Libitum kórus tagjai, hogy csatlakozzanak egy énekkari közösséghez. A csoport egyébként minden héten próbál. Mindenképpen érdemes, mert együtt énekelni csodálatos dolog, tehát ezt a kórusmuzsika különösen gyönyörű, mindenki számára óriási élményt jelent. Itt a kórusban nem is mindenki ismeri a kottát, de hát hallás után nagyon jól meg lehet tanulni, úgyhogy ez nem is előfeltétele. Nagyon örülnénk, hogyha csatlakoznának hozzánk. Sajnáljuk, hogy a fiúk nem elég bátrak, mert nagy szükségünk lenne néhány jó hang után arra a basszusra. Simon Péter karnagy elmondta, hogy mit kell tudni a kórus tevékenységeiről, továbbá beszélt nekünk arról is, hogy mik a tervei az idei évre. Ez a kamara kórus, ez már elég régóta működik itt Tolnán, én negyedik éve vezetem ezt a kórus, mondjuk volt benne, ez a ötödik éve volt benne két év pandémiás időszak, aminek nem örülünk annyira, de most újra kezdtük a munkát, és nagyon kiváló eredményet, nagyon szépen hatékonyan haladunk, mert volt egy adventi koncertünk ebben az évadban, és hát készülünk majd újabb fellépésekre, esetleg külföldi utakra, hazai szereplésekre. Megragadnám itt a lehetőséget azért, hogy ajánljam mindenkinek, aki szeret énekelni otthon a zuhany alatt, vagy bárhol, és úgy gondolja, hogy nem olyan bántó a hangja, és tud is énekelni, főleg férfiak jelentkezését várjuk szeretettel. Most egy könnyedebb műfaj irányába indultunk el, könnyű zenei feldolgozásokat éneklünk, populáris zenét, úgyhogy körülbelül ennyit tudok most így hirtelen, ma este próbálni fogunk egyet a kórussal, az éppen aktuális műsorunkat, és hát valamikor tavasszal tervezünk majd közönség előlépni újfent, illetve nyáron fesztiválra elmenni. Egy kórus életében megvannak ezek a ciklusok, hogy minden évszakhoz megvannak azok az ünnepkörök, amin meg tudja magát mutatni. A mai próbán Vörös Sándor versek feldolgozását fogjuk énekelni, és a Galagonyát például, illetve Yesterday-t fogunk énekelni, és Jenkinsnek az Adiemuszát fogjuk elkezdeni próbálni. Az még gyerekcipőben jár, azt mindenki megkapta a kottát, és otthon gyakorolta, ma fogjuk először összeénekelni. Kórusnak tagja Tolnaváros polgármestere is. Gyerekkoromban is már nagyon szerettem énekelni. Iskolai énekkarba, aztán a Mezsi Bartók Béla női karba énekeltem, és utána a Paksi vegyes kórusban. És amikor a kisebbik gyerekem megszületett, akkor már Paksra nem tudtunk eljárni. Az érdekesség egyébként az, hogy a férjemmel éppen a Paksi kórusban ismerkedtem meg, vagy a Paksi kórus által ismerkedtem meg. És most, hogy már nagy az akkori kisgyermekünk, így aztán most már van lehetőségünk arra, hogy mind a ketten ebbe a kamarakórusba énekeljünk. Úgyhogy én nagyon sokáig jártam zeneiskolába, tanultam magánéneket is, meg hangszert is. Nagyon szeretek énekelni, és ezt igyekszem a gyerekeimnek is átadni, több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy nekem ez külön öröm, hogyha van egy ilyen kórus, és az pedig külön öröm. Egyébként mind a mellett, hogy ennek én is részese vagyok, azt pedig nagyon fontosnak gondolom, hogy legyenek olyan művészeti csoportok a városba, amelyek színesítik a műsorokat, és a tolnaiak, jelen esetben gerjeniek, szekszárdiak is csatlakoztak ehhez a kórushoz, úgyhogy én azt hiszem, hogy az egyik legjobb dolog egyébként a világon énekelni, ettől nem csak a magunk jóléte, hanem véleményem szerint akár még a hallgatóság is örömet tudunk majd okozni. A Tolnai Ad Libitum kórus szeretettel várja a jelentkezőket, akik úgy érzik, szeretnek énekelni, és szívesen csatlakoznának egy énekkari közösséghez.